Régi szufi történetregél arról a valamelyik közel-keleti országban élt királyról, aki folyton a boldogság és a csüggedtség állapota között hullámzott. A legkisebb kellemetlenség már teljesen kiborította, illetve heves reakcióra késztette, és a boldogsága pillanatok alatt változott csalódássá és kétségbeesésé. Egy idő múlva belefáradt önmagába és az életbe, és kivezető utat keresett. Hívatta a királyságban élő megvilágosodott ember hírében álló bölcset. Amikor az megérkezett, így szólt hozzá. Olyan akarok lenni, mint te. Tudsz-e valamit, ami az életembe kiegyensúlyozottságot, nyugalmat és bölcsességet hozna? Bármennyit is kérsz érte, megfizetem. A bölcs így felelt. Talán tudnék rajtad segíteni, de annak az ára oly hatalmas, hogy az egész királyságot sem lenne elegendő a megfizetésére. Ezért hát ajándékként adom, feltéve, hogy aztán becsben tartod. A király biztosította e felől, mire a bölcs távozott. Néhány hét múlva visszatért, és átnyújtott a királynak egy díszes, nefritkőből faragott ládikát. A király kinyitotta, s abban egy egyszerű aranygyűrűt talált. A gyűrűben néhány betűt véstek. A bevésett szöveg így szólt. Ez is el fog múlni. Mit jelent ez? Kérdezte a király. A bölcs így felelt. Mindig legyen rajtad egy gyűrű. Bármi is történjék, mielőtt azt jónak vagy rossznak neveznéd, érints meg a gyűrűt és olvasd el a rajta lévő szavakat. Így módon mostantól békességben élsz majd. Ez is el fog múlni. Mi teszi ezeket az egyszerű szavakat olyan erőteljessé? Felszínesen nézve úgy tűnhet, mintha e szavak nehéz helyzetekben ugyan valóban nyújthatnának némi enyhülést, ám az életben előforduló jó dolgok örömét is kisebbítenék. Ne légy túl boldog, mert ez úgyse tart soká. A jelek szerint ezt üzenik e szavak olyan helyzetekben, amit jónak érzékelünk. A mondat teljes értelme csak akkor válik világossá, ha két korábban említett történet összefüggésében vizsgáljuk meg. A zenmester története, aki mindig az így lenne szavakkal reagált, azt mutatja, hogy a jó akkor érkezik el hozzánk, ha az eseményeknek nem állunk ellen. Másként megfogalmazva, ha egyek vagyunk a történéssel. A férfi története, aki mindenre lakonikusan meglehetten reagált, a nem ítélkezés bölcsességére mutat rá. A gyűrű története pedig az állandóság hiányára, ami, ha felismerjük, a ragaszkodás elengedéséhez juttat el minket. Az igazi szabadság és a megvilágosodott élet három oldala kerülni az ellenállást, az ítélkezést és a ragaszkodást. A gyűrűbe vésett szavak nem azt üzenik, hogy ne élvezd az életedben előforduló jót, és nem is csupán az a céljuk, hogy szenvedés idején némi vigaszt nyújtsanak. Az üzenetük mélyebb. Rá akarnak ébreszteni, hogy minden helyzet mulandó, ugyanis minden forma, akár jó, akár rossz, átmeneti. Amikor fölfogod, hogy minden forma átmeneti, kevésbé ragaszkodsz hozzájuk, és már nem azonosulsz velük olyan nagy mértékben. Ragaszkodásmentesen élni nem azt jelenti, hogy nem élvezheted a jót, amit a világ felkínál. Történetesen még jobban élvezed. Hiszen ha már látod és elfogadod minden dolog mulandóságát és a változás elkerülhetetlenségét, akkor a veszteségtől való félelem és a jövővel kapcsolatos szorongás nélkül élvezheted a világ örömeit, amíg azok tartanak. Ha nem kötődsz semmihez, akkor magasabbról láthatsz rá életed eseményeire, ahelyett, hogy elvesznél bennük. Olyan leszel, mint az űrhajós, aki látja a föld bolygót, amelyet hatalmas tér vesz körül, és észreveszi a paradox igazságot. A föld egyszerre értékes és jelentéktelen. A fölismerés, hogy ez is el fog múlni, lehetővé teszi, hogy ragaszkodás nélkül élj, aminek a hatására új dimenzió lép be az életedbe, a belső tér. A ragaszkodás felhagyásával, valamint az ítélkezés és a belső ellenállás elkerülésével ehhez a dimenzióhoz férsz hozzá. Amikor többé már nem azonosulsz teljesen a formákkal,
tudat szabadul ki a formába börtönözöttségéből. Ez a szabadság a belső tér megjelenése. Nyugodt csendként, a bensőd mélyén érzett finom békességként jelenik meg, még valami látszólag rossz történésekor is. Ez is el fog múlni. Az eseményt hirtelen tér öleli körül. Tér veszi körül az érzelmi hegyeket és völgyeket, sőt a fájdalmat is. És legfőképpen tér jelenik meg a gondolataid között. Abból a térből pedig olyan békesség sugárzik, ami nem e világi, mert ez a világ forma, a béke azonban tér. Ez Isten békéje. Immár úgy élvezheted és értékelheted e világ dolgait, hogy közben nem tulajdonítasz neki olyan fontosságot és jelentőséget, amivel azok valójában nem rendelkeznek. Részt vehetsz a teremtés táncában, és tevékeny lehetsz anélkül, hogy az eredményen csüngenél, s hogy oktalanul követelnéd a világtól. Tégy teljessé, tégy boldoggá, add, hogy biztonságban érezhessem magam. Mondd meg, ki vagyok. A világtól nem kaphatod meg ezeket, és amint megszűnnek benned az elvárások, minden önmagad teremtette szenvedés véget ér. Minden ilyen szenvedés a forma túlértékelésének és a belső dimenzió föl nem ismerésének a következménye. Ha ez a dimenzió jelen van az életedben, akkor anélkül élvezheted a dolgokat, élményeket és érzékszervi örömöket, hogy azokban elvesznél, hogy belül kötődnél hozzájuk. Más szóval anélkül, hogy a világ függőségében élnél. Az ez is el fog múlni szavak a valóság felé terelnek. Azzal, hogy rámutatnak minden forma tűnékenységére, közvetve az örökre is rámutatnak. Csak a benned lévő örök képes fölismerni a mulandó mulandóságát. Amikor a tér dimenziója elvész, pontosabban számodra ismeretlen marad, a világ dolgai abszolút fontossá, komolyjá és súlyossá válnak, holott nem azok. Ha a világot nem a formamentes szemszögéből nézed, akkor az ijesztő és végső soron kétségbeejtő hely lesz. Az ószövetségi próféta bizonyára ezt érezte, amikor így írt. Minden fáraszt. Nem mondhatja senki. Tárgytudatosság és tértudatosság. A legtöbb ember élete zsúfolt, tele van tárgyakkal, tennivalóval, gondolkodnivalóval. Az életük olyan, mint az emberiség történelme, amit Winston Churchill így jellemzett. Az egyik átkozott dolog a másik után. Elméjük meg annyi gondolattól hemzseg, egyik gondolat a másik után. Ez a tárgytudatosság, ami sok ember elsődleges realitása, és életük ezért kibillent az egyensúly állapotából. Ahhoz, hogy az épelmélyűség visszatérjen a bolygónkra, és az emberiség betöltse rendeltetését, a tárgytudatosságot tértudatossággal kell ellensúlyozni. Az emberiség evolúciójában a következő lépés a tértudatosság megjelenése. A tértudatosság azt jelenti, hogy tudsz ugyan a dolgokról, ez végső soron mindig érzékszervi észlelés, gondolatok és érzelmek ügye, de emellett a tudatosság egy mély áramlata is jelen van az életedben. Tudatosság esetén nem csupán a dolgok, hanem azon tény tudatában is vagy, hogy tudatában vagy a dolgoknak. Ha az előtérben zajló történések közepette a háttérben egyfajta éber, belső csendet tudsz érezni, hát az az. Ez a dimenzió mindenkiben megtalálható, csak a legtöbben egyáltalán nincsenek a tudatában. Néha a következő módon mutatok rá. Érezni tudod-e a saját jelenlétedet? A tértudatosság nem csupán az egótól, hanem a világ dolgaitól való függéstől, a materializmustól és az anyagiasságtól való megszabadulást is jelenti. Ennek a világnak egyedül a lelki dimenzió képes transzcendens, igazi értelmet adni. Valahányszor egy esemény, egy ember vagy egy helyzet felbosszant, annak valódi oka nem az esemény, az adott ember vagy szituáció, hanem az igazi rálátás hiánya, amit csak a tér biztosíthat. A tárgytudatosság csapdájába estél, szem előtt tévesztetted magának a tudatnak az időtlen, belső terét.
Az ez is el fog múlni mondat, ha útjelzőként használjuk, képes ismét ráébreszteni erre a dimenzióra. Egy másik, a benned lévő igazság felé terelő mondat a következő. Bosszúságomat sohasem az okozza, amit okának vélek. A gondolat alá zuhanni, illetve afölé emelkedni. Amikor nagyon fáradt vagy, akkor békésebbé válhatsz, lazábbá, mint a szokványos állapotodban. Gondolkodásod ugyanis alább hagy, s emiatt már nem tudsz emlékezni az elmét teremtette problémás énedre. Közelebb kerültél az alvás állapotához. Ha alkoholt iszol, vagy valamilyen droghoz nyúlsz, az esetben, ha csak az nem kapcsolta be a fájdalom testedet, egy ideig szintén lazábbnak, gondtalanabbnak és talán élőbbnek is érezheted magad. Esetleg dalra fakadsz, vagy táncra perdülsz, ami ősidők óta az élet örömének a kifejeződése. Mivel ekkor kevésbé nehezedik rád elmét súlya, meg tudod pillantani a lét örömét. Talán ezért is nevezik az alkoholt angolul spiritnek. Ám nagy árat kell fizetni ezért, a tudattalanságot. Ahelyett, hogy a gondolat fölé emelkedtél volna, az alá zuhantál. Még néhány pohár ital és a növényvilág szintjére süllyedsz. A tértudatosságnak nem sok köze van a kábítószeres elszálltsághoz. Mindkét állapot a gondolaton túli. Ez közös bennük. Az alapvető különbség az, hogy az első esetben a gondolat fölé emelkedsz, a második esetben azonban a gondolat alá zuhansz. Az előbbi jelenti az emberi tudat evolúciójában előttünk álló következő lépést. Az utóbbi a visszacsúszást arra a szintre, ahol évezredekkel ezelőtt tartottunk. Televízió. A tévénézés világszerte milliók számára kedvenc szabadidős tevékenység. Pontosabban nem tevékenység. Az átlag amerikai, mire eléri a 60 éves életkort, 15 esztendeig merett a tévéképernyőre. Ez az arány sok más országban is hasonló. A tévénézést sokan pihentetőnek találják. Figyeld meg magad alaposan, és azt fogod találni, hogy minél hosszabban maradt figyelmet középpontjában a képernyő, annál nagyobb mértékben függesztődik fel a gondolati aktivitásod. És ahogy nézed a párbeszédes műsort, a vetélkedőt, a helyzetkomédiát, sőt akár a reklámot is, aközben elmédben szinte egyáltalán nem generálódik gondolat. Nem csak, hogy többé már nem is emlékszel a problémáidra, de egy időre még meg is szabadulsz magadtól. Hát mi lehet ennél pihentetőbb? Teremte akkor a tévénézés belső teret? Jelenlevővé tesz-e? Sajnos nem. Bár elméd esetleg hosszú ideig nem generál közben semmilyen gondolatot, ám bekapcsolódott a tévéshow gondolati tevékenységébe. Rácsatlakozott a közös elme televíziós változatára, és annak a gondolatait gondolja. Elméd csak abban az értelemben tétlen, hogy nem termel gondolatokat. Ám folyamatosan szívja magába a képernyőről érkező gondolatokat és képeket. Ez a hipnózistól nem különböző, transzszerű, megnövekedett fogékonysággal járó passzív állapotot vált ki. A tévé ezért teszi lehetővé a közvélemény manipulálását, amit a politikusok, az ilyen-olyan érdekcsoportok emberei és a hirdetők pontosan tudnak, és emiatt hajlandók dollármilliókat fizetni, hogy téged a fogékony tudattalanságnak ebben az állapotában kaphassanak el. Azt akarják elérni, hogy az ő gondolataik a te gondolataiddá váljanak, és általában elérik céljukat. Tévét nézve tehát hajlamos vagy a gondolat alá zuhanni, nem pedig afölé emelkedni. Ebből a szempontból a televízió ugyanazt teszi, mint az alkohol és bizonyos drogok. Bár hatására valamelyest megszabadulsz az elmédtől, itt is nagy árat fizetsz érte. Tudatvesztést. Az említett drogokhoz hasonlóan ez is erős függőséget okoz. Fölemeled a távirányítót, hogy kikapcsold a készüléket, ám azon kapod magad, hogy kikapcsolás helyett végig léptelsz az összes csatornán. Fél óra vagy egy óra múlva még mindig nézed a képernyőt. Még mindig csatornáról csatornára ugrálsz. A jelek szerint a kikapcsoló gomb az egyetlen, amit az ujjad valahogy képtelen megnyomni.
Tovább nézed a tévét, és általában nem azért, mert valami érdekesség ragadta meg a figyelmedet, hanem épp azért, mert nem találsz semmi érdekes néznivalót. Ha már horogra akadtál, minél jelentéktelenebb és semmit mondóbb a műsor, annál inkább függőséget okozó. Ha érdekes és gondolatébresztő hatású lenne, akkor elmédet ismét saját gondolatok termelésére ösztönözni, ami a tévé indukált a transznál tudatosabb és ezért előnyösebb állapot. Figyelmedet ez esetben már nem kötnék le teljesen a képernyőn megjelenő képek. Bizonyos minőségi szint fölött a műsor tartalma valamennyire ellensúlyozhatja, sőt, néha akár meg is szüntetheti a televízió hipnotizáló, elmezsibbasztó hatását. Akad néhány olyan program, ami sok ember számára rendkívül hasznosnak bizonyult. Jobbá tette az életüket, megnyitotta a szívüket és növelte a tudatosság szintjüket. Akár még egy-egy komédia is, bár látszólag nincs benne semmi különös, lehet akaratlanul spirituális hatású azáltal, hogy karikírozva mutatja meg az emberi butaságot és az egót. Arra tanítanak, hogy semmit se vegyünk túl komolyan, hogy lazán és vidáman álljunk az élethez, és legfőképpen ne vessünk. A nevetés rendkívül felszabadító és gyógyító hatású. A televíziós csatornák legtöbbjét azonban egyelőre olyan emberek irányítják, akiket teljesen az ego ural, és ezért a televízió rejtett célja a te befolyásolásod azzal, hogy elaltat, vagyis tudattalanná tesz. A tévében azonban hatalmas és nagyobb részt még kihasználatlan lehetőség rejlik. Kerüld az olyan műsorokat és reklámokat, amelyek gyors egymás utánban 2-3 másodpercenként váltott képpel támadnak le. A túl sok tévézés és ezek a műsorok nagymértékben felelősek a manapság világszerte gyerekmilliókat érintő mentális működészavar, az úgynevezett figyelemzavar kialakulásáért. Ha rövid ideig tudsz csak figyelni, minden észlelésed és kapcsolatod sekélyessé és örömtelenné válik. Ebben az állapotban bármit is teszel, bármilyen tevékenységet is folytatsz, abból hiányzik a minőség, mert a minőséghez figyelem kell. A gyakori és hosszú tévézés nem csak tudattalanná tesz, hanem passzívvá és enerváltá is. Ezért nem az a legfontosabb, hogy ritkán tévéz, hanem hogy az alkalomszerű tévézgetés helyett választ ki azokat a műsorokat, amelyeket meg akarsz nézni. Valahányszor tévézés közben eszedbe jut, érezd a testedben lévő elevenséget. Azt is megteheted, hogy időnként tudatosítod magadban a légzésedet. Rendszeres időközönként vidd el a tekintetedet a képernyőtől, hogy az ne birtokolhassa teljes mértékben a látásodat. Ne hallgasd a tévét a kelleténél hangosabban, hogy ne árassza el a hangérzékelésedet. Reklámok alatt nyomd meg a távirányító hangelnémító gombját. Ne menj aludni közvetlenül a tévé kikapcsolása után, és pláne ne aludj el tévézés közben. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt a hanganyagot. Reméljük hasznosnak találtad, és visszavárunk csatornánkon hetente készülő újabb hanganyagokkal.